Dorogváros két legaktívabb civil szervezete rendezett találkozót a József Attila Művelődési Ház konferencia termében. Minden nagyobb közösség szempontjából életében rendkívül meghatározó a kisebb közösségek aktivitása, működése. Ez Dorogon is így van. Ezért rendkívül fontosnak találjuk, hogy támogassuk, életben tartsuk, ösztönözzük ezeket a szervezeteket, és ebben Dorogváros Barátai Egyesülete próbál megfelelő segítséget nyújtani, hiszen őszóta a közösségeket hívjuk meg, mutatjuk be, adunk nekik lehetőséget, ösztönözzük őket, hogy tevékenységükkel még jobban gazdagítsák a várost. Az egyházi közösségek után most már jönnek az önszerveződő civil közösségek, ezért esett a e-havi választásunk a Dorogon talán legmeghatározóbb szakmai szervezetre, az Országos Magyar Bányászati és Kovászati Egyesületre, amelynek a szerepe hatalmas volt a bánya történetében. Így 1920-ban egy országos egyesületi gyűlést is rendezett dr. Schmidt Sándor, és érdekessége az, hogy azzal alapozta meg az ő nagy országos szakmai hírnevét, a későbbi doktori címét is. A város felkért arra, hogy ismertessük, hogy milyen tevékenységet tudunk még a mai napban úgynevezett szénbánya nélküli időszakban is tenni a városért, a közösségért. És ezt szeretnénk ma itt a mai előadásunkban bemutatni, hogy bizony ebben az időszakban is sokat lehet még tenni a hagyományápolás területén, a elhagyott gépek felkutatásában, bemutatásában, és nem utolsó sorban egy most készülő új létesítményhez, a Miniverzumhoz komoly műszaki hátteret adunk, hogy ismertessük azokat a folyamatokat, amik korábban is zajlottak a dorogi szénbányák területén szénkitermeléses módon. Úgyhogy ezt a délutánt arra szántuk, hogy bemutassuk az OMKE történetét, megalakulását, folyamatát, a jelentősebb állomásait, és legutolsó sorban, az utolsó részében pedig bemutatnánk azt, hogy milyen közösség kovácsolódott össze ebben az időszakban, annak ellenére, hogy széntermelést már nem folytatunk a medencében. A Petőfi Napok hagyománya az iskola által meghirdetett országos történelmi vetélkedő. Idén milyen témakörben várták a csapatokat? 1992-től ezen a napon mindig a szabadságharc történetével kapcsolatosan hirdettük a vetélkedőket, és először csak a városban, és pont 10 éve, azt szeretném még elmondani, amikor már a megye és az országos rendezvényre meghívtuk a gyerekeket is. Október, minden évben októberben hirdetjük meg ezt a versenyt, és az idén is, a tavalyi év októberében a szabadságharc tavaszi hadjáratának 155. évfordulójára hirdettük meg, és ezzel kapcsolatos kérdések, elsősorban mivel történelmi verseny, történelmi kérdéseket tettünk fel, de tulajdonképpen ez összetett feladat volt, mert irodalmi kérdések, filmkérdések, rajz és egyéb kérdések voltak, amelyek a szabadságharc történetét dolgozták fel. Ebben az évben 12 csapat nevezett be az ország különböző részeiről. Menet közben volt olyan, aki lemaradt, de végül is 6-an állták végig a sarat, és ezek részt vettek tulajdonképpen a döntőbe. Itt a döntőn tulajdonképpen hát inkább arra mentünk a gyerekek, vagy az előzetes ismeret alapján, mit is tudnak a szabadságharc történetéből. Éppen ezért voltak olyanok, akik felkészültek
ilyen történelmi játékokkal, azon kívül toborzó beszéd, filmrészletet néztek a gyerekek, a szabadságharc dicső csatáiról képeket tettek össze, és fel kellett ismerni, hogy ezt a képet ki festette, és tulajdonképpen az esemény mikor történt. És a legvége pedig az, hogy az összeállított szabadságharcos albumból tulajdonképpen mit is tudtak meg a szabadságharc történetéről. A Gáti Zoltán könyvtárban rendezett Pöttöm Klub márciusi előadásának témája a védőoltások szükségessége volt. Mai előadás alkalmával a védőoltásokról fogunk egy pár szóval beszélni, mégpedig arról, hogy vannak kötelezőek és nem kötelezőek, tehát szabadon választható védőoltások. Elég sok szó esik arról, hogy adassuk, ne adassuk, mikor kaphatja meg a baba, mennyire kell egészséges legyen. Mindenképpen ami a legfontosabb az, hogy a kötelező oltások semmiképpen nem maradhatnak el. Talán sokan emlékeznek arra, hogy torokgyíkba, szamárköhögésbe mennyi sok baba meghalt régen, most pedig milyen jó az anyukáknak, hogy ezen betegségekkel nem találkoznak egyáltalán. Ugyanez a helyzet a rózsahimlő, mumps, kanyaró oltásokkal, hogy szerencsére a környezetünkben nem találkozunk már mai napokban ilyen betegekkel. Nem kötelező oltásoknál is bővül a kör, nem sokára a bárányhimlő elleni oltás is kötelezővé válik, de én emiatt sem aggódnék, sőt örülnék neki, mivel hogy még egy olyan betegség lesz, amin nem kell feltétlenül átesni egy gyermeknek. Én javasolni tudom azt, hogy a szülők meggondolják, megbeszéljük mindig, tanácsot adok, mit miért szeretnénk, hogy megkapjon. Természetesen tiszteletbe tartom mindig a szülőnek a döntési lehetőségét és jogát. Ez az előadás kevés ahhoz, hogy mindenről teljes, tökéletes tájékoztatást kapjunk, és természetesen a személyre szabott információkban a házi orvos és a védőnők, kolléganők is állnak a betegek rendelkezésére, hiszen mindenkinek fontos, hogy a saját házi orvosával tudjon erről beszélni. Fizikailag is megkezdődött a város legnagyobb ezévi beruházása, a Reimann bányászat történeti miniverzumnak az építése. Jelenleg a cölöpözési munkálatok folynak, ennek a feladata az, hogy a Esztergom út felőli rézsőt megfogja, és amint ez elkészül, akkor a talplemezzel a szerkezetépítés is megkezdődik. A másik nagy beruházás, az idei nagy beruházás az Rinyi iskolának az energetikai felújítása. Itt a közbeszerzési eljárás befejezés stádiumában tartunk, és az eredményhirdetés követően április elejétől a munkálatok megkezdődnek. Ezzel párhuzamosan, illetve azt megelőzően az iskola át fog költözni elsősorban a művelődési ház termeibe. Szintén a tavaszi munkákat jellemzi, hogy megkezdődtek a városba a kátyúzási munkák, valamint a járdafelújítások, parkolófelújítások, zöldterület karbantartási feladatok is az időjárás függönyében megkezdődnek. A miniverzum építési munkái némi kellemetlenséggel is járnak a lakosság és az utazók számára, de eznek látható jele is vannak már, mert a buszmegálló, esztergomi úti buszmegálló áthelyezésre került a DM előtti területre, valamint az egyik forgalmi sáv és leszűkítésre került a cölöpözési munkálatokból kifolyólag. Igyekszünk a lakosság komfort érzetét legkevésbé zavarni, de hát az építkezés sajnos ezzel jár, és ezért kérjük ennek megértését. Képviselőink kitűzték a közmeghallgatás időpontját. Nagyon nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy mindezen folyamatokat tavaly decemberben megkezdődtek a birkolócsarnok építési munkálatai.
Október 12-én rendhagyó időutazásra várták a vendégeket a József Attila Művelődési Házba. Dorogvárosa 2017-ben öt részből álló történelmi-irodalmi összeállítású előadássorozatot indított el Világostól Trianonig címmel, amelyen különleges, újszerű megvilágításba kívánták helyezni a kor eseményeit. A sorozat harmadik részeként a millenniumtól az 1910-es évekig tartó időszakot elevenítették fel. Sopsics Árpád, Balázs Béla díjas film és színházi rendező produkciójában megidézték az ezredforduló neves íróinak, költőinek és politikusainak gondolatait, bepillantást nyerhettek a kor budapesti kávéházaiba, valamint felidézték az Esztergom és Vidéke újságban megjelent cikkek alapján a korabeli Dorokhoz kötődő eseményeket is. Barátságos, vidám arcok, tessék kérem várni, rögtön kérem csak egy percig türelemmel várni. És most ide néz, közöm a lássam, kész! Esti és ebédöltözetek dolgában a fényűzés tetőpontját érte. Milyen kivágott, hosszú úszályos, drága csipkével és gyémácsatokkal díszített kínai vagy japán ideálokból került sejem és angol bársonyruhák az uralkodó. És alig hiszem, hogy a diva a farsang kezdetéig megváltozik. A magyarosítás az anyanyelv elvonásával, az anyanyelv elhanyagolásával jár. Ön megtanult magyarul, és a szegény népnek nem engedi? Vajon mire jók azon intézkedések, hogy az összes tantárgyakat nem az anyanyelven, hanem a magyar nyelven kell a növendékeknek tanulniuk? Azt hiszik az urak, hogyha ráerőszakolják a tanulókra a magyar nyelven, ezáltal megkedveltetik velük? Ha önök minden erővel asszimilálni akarnak, az eredeti magyar faj megszűnik, helyébe egy olyan keverék lép, amelyről elmondhatják, hogy magyar, de az soha magyar nem lesz. Így van. Nem igaz. És amely sohasem teljesíthet kultúrhivatást. Szultán egész Horvátországot felajánlotta nekem, és tűzbe dobtam a levelét. Vigyázzatok, veletek hasonló ne történjék. A kimagasló férfiak csak mosolyogtak. Tudták, hogy akkora tüzek nem égnek a kályhákban még télen sem, ahol el lehetne őket hangasztani. A kormány segíteni akar rajta, Miklós. És még ingerenciát gyakorolta. Ingerenciát? De ha levezi rólad a kezét, tudom mit. Ilyen tekintélyes állára 20 millió. Rényi elgondolkozott. Március 23-án a Honismeret napja alkalmából rendeztek konferenciát Dorogon a József Attila Művelődési Házban. A mai programunk az első nagy program az idei évben, a Honismeret napját ünnepeljük, hiszen a Honismereti Szövetség Bél Mátyás lelkész polihisztort tekinti szellemi elődjének, aki először gyűjtötte össze a Nagy Magyarországon vármegyék szerint a helytörténeti ismereteket, és ezt adta közre. Az ő születésnapja március 24-én van, ezért a Honismereti Szövetség úgy döntött, hogy ezt a napot a Honismeret napjává teszi. Ezt a napot minden megyei egyesület megünnepli valamilyen módon. Nagyon örültünk a lehetőségnek, hogy Dorogváros polgármestere, illetve alpolgármestere lehetőséget adott arra, hogy itt rendezzük meg ezt a megyei rendezvényt. Bízunk benne, hogy a mai rendezvényünk jól sikerül, és egyre több taggal gyarapszik egy egyesületünk. Gyere,
2017. december 8-án alakultunk lelkes honismerőkkel, helytörténeti kutatókkal. A célunk az, hogy a megyében összegyűjtsük azokat a személyeket, csoportokat, akik a falujuk, városuk felkutatásával, hagyományai kápolásával foglalkoznak. Tulajdonképpen tagja vagyunk az Országos Honismereti Szövetségnek, mint megye, ahol most már évek óta nagyon sok országos programot rendeznek, országos honismereti akadémiákat, ifjúsági akadémiákat, kiadványszerkesztői konferenciákat, amiken eddig is részt vettek a megye képviselői, mert hogy ez a honismereti egyesület, ez nem minden előzmény nélkül jött létre, hiszen az egyesület elődjének vezetője Kovács Lajos volt, a Komárom megyei honismereti egyesület vezetője egészen haláláig. Ezután alakult újjá az egyesület, és vette fel Péceli Józsefnek a nevét. Március 14-én Csatára fel, győzni kell címmel játékos történelmi megemlékezéstől volt hangos a Petőfi iskola, mely hagyományához híven e napon különleges élménypedagógiai módszerekkel dolgozta fel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeit. Az iskola nevelő-oktató munkája során nevelési-oktatási tevékenységeikben látványosan jelennek meg a kor elvárásaihoz illeszkedő szakmai innovációk, mely alapján 2017-ben elnyerték az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címét. A gyerekek forgószínpadszerűen 8-8 állomáson elevenítették fel, többek közt a Pilvax kávéházban, a Nemzeti Múzeumban és a Landerer nyomdában történteket. Megismerkedhettek a szabadságharc egy-egy csatájával, és jelképesen részt vettek a hadikórház munkájában is. A feladatok feldolgozásában szerepet kaptak az iskola digitális tanulást támogató eszközei is. A Petőfisek e témanapot nem csak történelmi emlékezésként, hanem egyben pedagógiai jó gyakorlatként is alkalmazzák, mely követésre érdemes és megvalósítható más általános iskolákban is. Dorogváros önkormányzata kettős, jubileumi évfordulóhoz kötött találkozóra várta a természetjárókat, barlangászokat és hegymászókat a József Attila Művelődési Házba. A természetjárás 80, a barlangászat pedig 60 évvel ezelőtt indult el szervezett formában Dorogon. Erre emlékezve dr. Tittmann János polgármester mondott köszöntőt. Elmondta, rendkívül büszke, hogy egy ilyen kisvárosban ennyire pezsgő, sokszínű sportélet zajlik. Hangsúlyozta, Dorogon azért épülnek sportlétesítmények, mert van kinek és miért építeni. A legnagyobb sportteljesítménnyel a hegymászok dicsekedhetnek, akik a világ összes jelentős hegycsúcsát meghódítva kitűzhették a nemzeti és a dorogi lobogót is. Évek óta mászom hegyet, illetve túrázom, és a pár évvel ezelőtt megmásztam a Alpok legmagasabb csúcsát, a Mont Blanc-t, és ekkor kezdtem el foglalkozni nagyobb hegyek megmászásával. Először az Elbrus szerettem volna megmászni, ami a Kaukázus legmagasabb csúcsa, és utána csak a Lenin csúcs, hát a sorrend az fölcserélődött, és hát idén sikerült eljutnom a Lenin csúcsra. Úgy volt, hogy ketten fog menni egy magyar mászótársam ma, de az utolsó pillanatban lemondta az expedíciót, úgyhogy én egyedül utaztam, úgyhogy ez igazi nagy kaland volt számomra. Majdnem egy hónapot töltöttem el Kirgizisztánba, Pamir hegységben, és egy nemzetközi expedíció keretében sikerült elérnem ezt a 7134 méter magas csúcsot.
Az Airbusról továbbra se tettem le, de vannak még más terveim most. Most jelenleg egy lengyel expedíciós mászós társam van, akivel már szervezzük a következő évi expedíciót, ami szintén a Pamir-hegységben található Tadzsikisztán területen lévő Korzsenyeszkaja 7105 méteres csúcsának az elérése a célunk. Továbbá a környező országok, az Alpos számos csúcsainak a megmászás továbbra is egy cél, és a itteni mászó barátaimmal továbbra is mászunk hegyet, illetve sziklákat. Március 15-én országszerte, így Dorogon is koszorozási ünnepség keretében emlékeztek meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről, hőseiről. A programot a tavaly felújított és ünnepi díszbe öltözött Petőfi téren rendezték, ahol több százan gyülekeztek, hogy fejet hajtva tisztelegjenek a forradalom eszméi és mártírjai előtt. A Dorogi Zsigmondi Vilmos magyar-angol kéttanítási nyelvű gimnázium 10. B osztályának diákjai által összeállított műsorban modern, különleges megközelítéssel emlékeztek meg 48. március idusáról. Végre, végre! Kész a 12 pont! Hallgassátok! Mit kíván a magyar nemzet? Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését! Kívánjuk! Felelős minisztériumot Budapesten! Kívánjuk! A katonaság esküdjék meg az alkotmányra! Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk! Kívánjuk! A politikai státuszfoglyok bocsájtassanak szabadon! Kívánjuk! Kívánjuk az uniót Erdéllyel! Kívánjuk! Egyenlőség, szabadság, testvériség! Erre inni kell, barátaim, honfiak! Éljen a forradalom! Éljen! Ez az ország, ahol élünk, a szólunk, aztán érti senki más. Ez az ország, ahol a vérünk, csak megfoghatatlan látomás. Ez az ország, Magyarország, a gonosz is közöttünk jár. Ez az ország, Magyarország, a zászló már csak hiába áll. Mindenütt idegen arcok, elkezdik magunk is a harcot. A múltat elvenni készül, s a jövőnk is övé lesz végül. Széttép minket a nagyhatalom, de maradni valaki fél. Csak megkeseredve kapaszkodunk, elengedi kezünk, aki fél. Az ünnepi programot koszorúzással zárták, ahol a Komárom-Esztergom megyei önkormányzat, Dorogváros önkormányzata, majd civil és gazdasági szervezetek, pártok és alapítványok helyezték el virágaikat a Petőfi szobor talapzata előtt.